Sziasztok! A mai tudásfalatokban a Fusion 360 Manufacture Extensionnek a Hall Recognition modulját fogjuk megnézni, ugye ez a forradfelismeréses modul. Ez az extensionhöz úgy jutottunk hozzá, hogy egy ilyen kis csavarkócska ikont keresünk, és ugye most jelen pillanatban ez az ötféle modul áll rendelkezésre, amivel ezt a Hall Recognition-nek a használt tudjuk most megnézni. Jó, legyen itt egy tipikus darab, amiben különböző típusú foratok vannak, vannak azonosak, és meg kéne csinálnunk a technologizálását. Ugye az a probléma, hogy ezt valahogy úgy kezdenénk neki, hogyha nem lenne ez a bizonyos modulunk, hogy megnézzük ennek a furatnak az átmérőjét, látjuk azt, hogy ő egy 7-es rádiusz furat, tehát ő egy 14-es furat. Akkor ugye választunk hozzá egy fúrós technológiát, keresünk hozzá egy megfelelő szerszámot, ugye azt mondjuk a minta szerszámok között, akkor is a metrikusok között, ugye szeretnénk keresni 14-es fúrót, kiválasztjuk ezt a fúrót, azt mondjuk neki, hogy ugye ezt a geometriát szeretnénk kifúrni, és hát például bekattintjuk azt, hogy az azonos átmérőjű furatokat ismerje föl. Ugye ez az a probléma, hogy előfordult, hogy ez a furatunk például ez egy 14-es menet, akkor ugye nem olyan technológiával kéne megcsinálni, mint ezt, tehát külön kéne szelektálni. Na most ugye ebből látható, hogy mondjuk 32 darab furatot kéne kijelölni, és kettőt nem, ugye akkor elég sokáig tartana. Érezhető, hogy ennél a viszonylag egyszerű darabnál is ugye elég sok kattintást kéne megtennünk ahhoz, hogy végigcsináljuk helyesen a technológiát. Na ebben próbál segíteni nekünk ez a bizonyos Manufacturing Extensionnek ez a Hall Recognition modulja. Nézzük meg, hogy hogyan működik. Ugye, hogyha aktiváltuk, akkor itt a fúrás mellett megjelenik egy másik ikon. Rákattintok, és rögtön feljön az ablaka ennek a bizonyos extensionnek. És látható, hogy szépen fölismerte a furatokat, nem csak átmérőjük szerint, hanem gyakorlatilag az összetett furatoknak az azonossága alapján csoportokba rendezte. Jó, az első csoport, ami látható, az gyakorlatilag egy ilyen 18-as furat, a képernyőn látszik. Ő azt javasolta, hogy ezt olyan technológiát választott hozzá, hogy egy központfúrás, fúrás és egy ilyen sűjesztéssel csinálná meg. Itt egy ilyen kis legötöbből lehet egyébként állítani, hogy ő általa javasolt technológiákból melyiket választjuk. A következő fúrás, ugye ő az a bizonyos meretünk, ezért azt fogjuk neki mondani, hogy ezt egy előfúrással és egy 14x2-es merettel szeretnénk megcsinálni. Hát ugye van itt ez az oszlopfuratunk, amivel megnézzük, hogy majd mit kezd, egyelőre hagyjuk így, válasszuk ezt a részt, ahogy ő szeretné, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Valószínűleg ugye ezt nem ezzel a technológiával szeretnénk csinálni, tehát ugye jelen pillanatban más nem áll rendelkezésre. Ez a 18-as furatot megint csak hasonló, mint az elsőt szeretnénk megcsinálni. Ezek a 14-es furatok ugye csak sima furatok. Ugye ennél a középső beömlős furatnál ugye hát ezt az átmérőt semmiképp nem szeretnénk fúrni, ezért kijelölve azt mondjuk neki, hogy a felső átmérőjét ezt leszedjük ennek az összetett furatnak, viszont utána pedig ugye egy központfúrás, fúrás és egy sűjesztéssel szeretnénk megcsinálni, illetve ezt a 18-as furatot úgy szintén. A következő fülön ki tudjuk választani, hogy melyik szerszámadatbázisokban keresen hozzá a szerszámot, az incs-t most kiveszem, és azt mondom neki, hogy a metric ugye acélból válaszol hozzá a szerszámot, illetve az ISO mellett szerszámok között. Jó? Illetve az options fülön azt mondom neki, hogy csak ugye ebből az irányból lévő furatokat keressük, ezt már láttuk, illetve úgy rendezze sorba a készülő műveleteket, hogy a szerszám cserére optimalizálja, tehát hogy minél kevesebb szerszám csere legyen. Jó, egy OK gomb elfogadásával gyakorlatilag elindul a számítás, elkészülnek a műveleteink, ami az első művelet ugye például egy központfúrás, aztán a másik furatcsoportnak is a központfúrása, aztán egy fúrás, aztán meg egy menetelés, aztán megint egy fúrás, és van itt egy olyan műveletünk például, ami ugye kapott egy piros felkiáltó jelet, hogyha ezt megnézzük, editáljuk, akkor látható, hogy az a baja, hogy nem talált hozzá ugye szerszámot az adott bázisban megfelelőt, amivel meg tudta volna csinálni. Hát ugye ennek a legegyszerűbb dolga, hogy akkor persze most segítünk neki és választunk egy szerszámot, de hát lehet, hogy nem is ilyen technológiával szeretnénk fúrni ugye ezt az oszlopfúratot. Ugye az első és legfontosabb dolog, hogy szerencsére úgymond tanítható gyakorlatilag ez a modul, nézzük meg ezt, hogyan tudnánk megtenni. Töröljük ki ezeket a műveleteket, és válasszunk most csak azért egy másik modellt, hogy azon úgymond betanítjuk. Jó, itt legyen ez csak egy az a 42-es furatunk, és nézzük meg, hogy ezt mondjuk milyen műveleti sorrendben szeretnénk megcsinálni. Ugye, hát az első az lenne, hogy tudjuk azt, hogy ugye ez egy 42-es furat, ugye, hogyha rámegyünk, akkor látszik, hogy itt alul 42-es furat. Jó, tehát simán azt mondjuk neki, hogy választunk ugye hozzá a saját adatbázisunkból, például a példa adatbázisból egy 40-es telibe fúrót, ugye beállítottuk a paramétereit, és ugye őt szeretnénk kifúrni. Méghozzá úgy szeretnénk kifúrni,
hogy a előgyártmány tetejétől és a furat aljától pedig egy picivel, mondjuk 2 mm-rel menjen lejjebb, és gyakorlatilag mondjuk azt, hogy egy mélyfúró ciklussal szeretnénk kifúrni, és beállítjuk a mélyfúró ciklusunknak a paramétereit. Jó, hát ugye ez volt az első műveletünk, gyakorlatilag őt nevezzük el mondjuk annak, hogy oszlop D42 fúrás. Jó, ez lesz az első műveletünk. A következő műveletünk az ugye az lenne, hogy ezt ki is kéne mardunk, ezért választunk hozzá egy műveletet, egy marási műveletet, és azt fogja neki mondani, hogy ugye megint a példa szerszámadat bázisunkból választunk hozzá ugye egy hosszú 30-as szerszámot, amelyiknél ugye azt mondjuk, hogy kiválasszuk a furatot, mint a geometriát, és azt fogjuk neki mondani, hogy ugye 2 mm-rel lejjebb szeretnénk menni a furat aljától, és most megint az előgyártmány tetejétől szeretnénk dolgozni. Elítjük azt, hogy milyen süllyedéssel haladjon a szerszám, illetve a belépő és kilépő mozgásokat, és ugye keletkezett a következő műveletünk, aminek azt adjuk, hogy oszlop D42, mondjuk azt, hogy marás. Következő műveletünk ugye az teljesen hasonló, mint oszlopfuratnak a marása, ezért őt megduplekeljük ezt a műveletet, majd gyorsan meg is szerkesztjük, és azt mondjuk, hogy választunk hozzá ugye egy szerszámot, ami szerszám a példa szerszámadat bázisunkból, egy ilyen rövidebb szerszám. Jó, és ugye azt mondjuk neki, hogy a geometria most már természetesen csak a süllyesztések az átmérője, illetve annyit csinálunk, hogy a felső szintet előgyártmány tetejétől vesszük, de most már ugye nincsen ez a bizonyos offset, hiszen csak ideig a süllyesztés részig megyünk, egyébként a többi paramétert változatlanul hagyjuk. Jó, illetve átnevezzük ezt a műveletet, oszlop D42, mondjuk sűjnek. Jó, hát ugye most, hogy így készlettünk, gyakorlatilag ez a három művelet ugye úgy készíti el ezt a foratot, ahogy mondjuk mi szeretnénk. Kijelölöm ezt a három műveletet, jobb gomb, és azt mondom neki, hogy store ez a whole template, tehát gyakorlatilag egy furat technológiaként szeretném, sablóként szeretném elmenteni, és adok neki egy nevet, azt mondom neki, hogy oszlop D42 mondjuk. Jó, kész vagyok. Menjünk vissza a másik darabunkra, és ugye kezdjük el gyakorlatilag felismertetni vele. Ugye ahogy rákattintunk, hát látható, hogy most a ló túloldalára esett át, éppen mindent most már a mi technológiánkkal szeretne megcsinálni, de hát ugye ezt tudjuk, hogy nem így van. Az elsőt ugye simán szeretnénk csak egy központfúrás-fúrás sűjesztéssel, ugye ezeket szeretnénk, ugye ők a menetünk, tehát gyakorlatilag akkor választom a menetkészítés, megint kiválasztom 14x2-es menetet. Ugye ő az oszlop, na ő az oszlop D42-vel szeretnénk, ez igaz, tehát őt föl is ismerte. A 18-as az megint csak hasonló, mint az elsőt szeretnénk csinálni. A 14-es furat így van, az csak egy sima fúrás. Ennél ugye megint azt választjuk, hogy a felső furat nem, de egyébként pedig hasonló, mint hogyha egy sima fúrással. Jó, és utána pedig a 18-as az megint gyakorlatilag egy hasonló, mint a legelső. Jó, a tool library-nél annyit kell csak plusz most ugye megtennünk, hogy kiválasztjuk azt, hogy a mi is példakönyvtárunkból is válasszon hozzá ugye szerszámot, illetve ugye most megint metrikus acéladatbázisból és az ISO szerszámokból, illetve a többi beállítás változatlan maradt. Ugye, hogyha így megnézzük, akkor gyakorlatilag, hogyha egy jól betanított, úgymond kis modulunk van, akkor azért az úgy fogja kifúrni, és úgy fogja elkészíteni a műveleteket, ahogy mi szeretnénk. Látható, hogy most gyakorlatilag végigmentünk, tehát ugye például az oszlop furatokat úgy csinálta meg, most már az a technológiával, ahogy mi szerettük volna. Jó, hát innentől kezdve ugye már csak egy dolgunk van, mint gyakorlatilag az műveleteket szeretnénk kiposztolni. Csinálunk egy NC programot, ugye választunk hozzá egy postprocesszort, mondjuk egy Heidenheim postprocesszort kiválasztjuk, a műveleteket megnézzük. Az összes műveletet szeretnénk beposztolni ebbe az NC programba. Jó, azt mondjuk neki, hogy poszt, és ha megnézzük, akkor gyakorlatilag az elkészült kódunk az most már itt található. Tulajdonképpen erre használható a Manufacturing Extension modulba, ez a Horizon kis modulocska, amivel látható, hogy egy viszonylag komplex darabnál is gyakorlatilag pár kattintással, illetve egy betanítási kis művelettel, ugye végül is úgy furtuk ki nagyon egyszerűen a darabunkat, ahogy mi szeretnénk.